Vajon mi annak az oka, hogy Görgei Artúrt nem végezték ki az osztrákok, a Habsburgok az 1848-49-es forradalmi szabadságharc leverését követően? Ő miért nem került az aradi vérpadra? Ő miért nem került arra a sorra, amire Batthyány jutott? Hát ez a kérdésnek a megválaszolása sok esetben elég ilyen obskurus válaszokat szokott szülni. Magyarra leegyszerűsítve, amit akarok ezzel utalni, hogy a Görgei, az áruló vádnak az egyik összetevőjeként szokott megfogalmazódni az, hogy hát persze, hogy őt nem végezték ki, hát ő lepaktálta a Habsburgokkal, stb. Hát mocskos áruló, ahogy a Vidini levélben ezt megfogalmazta Kossuth apánk is. Nem ennyire egyszerű a történet, nézzük egy picikét ugye kibontva, azért onnan kell kezdenem, egy kis reklám, hogy azért Görgeiről már egy több részes bemutatást készítettem, nagyon értékes és egyébként érdekes az a több szekvenciára bontott kis előadás, tekintettel arra, hogy ott bemutatom, hogy Görgei hogy lett a kémia tudományok egyik meghatározó alakja, hogy lett ő a magyar Napóleon, és milyen körülmények között kellett letenni a fegyvert, nem utolsó sorban a fegyveletétel utó életének mienségei is reflektorfénybe kerültek abban az előadásomban. És akkor ennek, vagy annak az előadásnak ez is egy fontos részét képezi. Ugye erre született egy ilyen látogatói, hát egy ilyen oldalam követői közül az egyik személy, ugye fel is lett ezt a kérdés, hogy de miért nem lett kinyírva ez a jó ember? És akkor ezt szeretném megvizsgálni egy picit részletesebben. Ugye a történetet valahogy onnan kell kezdeni, hogy már 1849 kora tavasszán évének az elején már megfogalmazódott a Habsburgok körében, hogy azért az oroszokat jó lenne bevonni ebbe a feladatkörbe, ami ugye a lázadó magyarokkal szemben, hát ugye fel kell lépni, el kell rendezni ezeket, de hát nem tudjuk, hát itt már majdnem egy éve megy a háború, ebből baj lesz, be kell vonni az orosz testvéreket. És akkor 1849. május 21-hez elérkezünk, ugye pünkösdő időszaka abban az érában, és hát kérlek szépen ez egyben a legsikeresebb időszaka, pontosabban időszaknak, a tavaszi hadjáratnak a legsikeresebb pontját képezi, hiszen ekkor sikerült Budavárának a visszafoglalása, Görgei és a magyar honvédeknek a hadhatólagos ugye jelenlétével. De ugyanakkor, hogyha idézhetem egy 20. századi, hát eléggé fontos politikusnak a mondását, ez a pillanat egyben a vég kezdete is volt, hiszen ugyanezen a napon a lengyelországi Varsóban nem más, mint Ferenc József, az akkori még nagyon kis nyikhaj fiatal Ferenc József, és ugye az orosz cár Miklós, egyeztetett, és hát ugye ekkorra már azért kiforrott az, hogy valamilyen komolyabb orosz beavatkozást kell a Habsburgoknak kieszközölni, mert le kell venni a magyarokat, máshogy ők nem tudják saját belső erőből pillantást. Kélek, és ez a bizonyos varsói egyeztetés, erre mondtam, hogy ez a vég kezdete, hiszen itt azt mondja Miklós, hogy kérlek, kedves Józsikám, 200 ezer orosz katona fog elindulni, és mintegy 80 ezer tartalékos fog melléjük társulni, hogy pontot tegyünk a magyar lázadás végére. Hát ugye, ez azért nagyon fontos és meghatározó az egyetemes történelem egy kontextusában, abból a szempontból, hogy ez idáig senki, még Napóleon sem tudta azt elérni, hogy ekkora orosz haderő az orosz határokon kívülre helyezkedjen és lépjen fel offenzív hadműveletben. És ez Görgei, és ők is, hát akkor a már leggatyásodott pár tízezres kis magyar honvédjei ezt fel tudták élni. Ez azért egy komoly teljesítmény, erről is azért érdemes egy kicsikét, egy fél gondolatot legalább megjegyezni, megemlíteni. Jó, tehát jönnek az oroszok, egyértelmű volt, hogy itt Görgeik nem tudnak mit csinálni, le kell tenni a fegyvert, tudjuk jó, hogy 49-ben ez meg is történik nyarának végén, és
Hát kérlek szépen, utána rövidesen ugye ősszel megindulnak a kivégzések, meg a különféle megtorlások, hasonló dolgok, de azok persze egyébként a megtorlások már 49-nek a korábbi időszakában is elindultak, de ez a bizonyos ugye az októberi, ami nagyon szimbolikus, ez a aradia kivégzés, stb. Ezek ugye összeindulnak meg, de miért nem volt ott Görgei? Hát kérlek szépen, azért nem volt ott, és azért nem végezték ki, mert az oroszok nem engedték. Pontosabban Miklós cár nem adott el engedélyt, máshogy mondom, megtiltotta, hogy Görgeihez hozzányúljanak a Habsburgot. Nyilván Hajnaúnak ettől hát egy kicsikét ugye lábon kihordott egy szívinfarktus, hogy mi az, hogy nem lehet a vérpadra, nem tudja ültetni ezt a nyomorult Görgeit, hát ő ki akarta végeztetni természetesen. De miért nem engedte az orosz cár? Mert Miklós azt mondta, az orosz cár szempontjából külpolitikai és belpolitikai dimenzióban is pozitív képként jelent meg Görgei. És ez nagyon fontos, hogy politikai tőkét csinált. Miért? Mert külpolitikailag ő el tudta szadni, hogy kérem szépen, a több mint egy, az akkora már több mint egy éve zajló magyar zendülés, magyar felkelés az orosz hadsereg megjelenésével lehetett leverni, a lázadásnak lehetett gyakorlatilag a lángját eloltani, és ez csak is kizárólag az orosz hadsereg megjelenésével ment végbe. Ezt teljesen jól tudta kommunikálni, és belpolitikailag természetesen ugyanaz az érv megjelent Miklós cár esetében, de ezt kiegészítette azzal is, hogy úgy tudtam leverni ezt a zendülést, hogy gyakorlatilag orosz vér nem igazán folyt. Tehát ebből ő nagyon jól tudta önmagát karakterügyileg, hogy mennyire kompetens vezető, milyen kiváló stratégia, milyen kiváló politikus, tehát ebből ő nagyon jól kijött, és a fiának, a későbbi második Sándor cárnak, ezért pontosan, akkor még nem cár, majd későbbi, ugye második Sándor cár, tehát a fiának kiadta a parancsot, hogyha az udvarban, a bécsi udvarban, a Habsburgok nagyon-nagyon, hát verik a ugye, bögyörőt, hogy ki kéne végezni ezt a nyomorult Görgeit, akkor te szépen azt szokod nekik mondani, hogy rendben van, jön velem Moszkvába, Szentpétervár, tök mindegy, és nem lehet kivégezni. Úgyhogy hát a Habsburgok, nem a Habsburgokon múlott ez a történet, tehát ők kivégezték volna Hajnaút, egyértelműen ki akarta végezni Görgeit is, ahogy nagyon sok társát ugye, Aradon megtette, de hát itt az orosz cár volt az, aki letiltotta ezt, hogy nem engedélyezte. Egyébként itt nagyon érdekes, csomó új téma merül fel, ez a 49. május 21-i Varsói Egyeztetés, hogy itt például van olyan mítosz, hogy ugye Ferenc József azzal, hogy is mondjam, deklarálta, tehát jelentette ki, és teátrálisan színpadias fellépéssel jelezte a behódulását az orosz cárnak, hogy ő kezet csókolt neki. Hát ez egy mítosz, ennek valóság alapja nincsen, majd erről is tartatunk előadásokat, érdekes téma, és hát nyilván ugye maga az, hogy Görgének milyen volt az utóélete, amikor már hát ő háziőrizetben volt, majd visszajött, és ő baromi hosszú időszakot ölelt át az ő élete, hát tehát gyakorlatilag az első világháborút még megélte, annak az elejét megélte, és hát ő azért nagyon-nagyon mocskos dolgokat kellett elszenvednie, és ugye nagyon hamar már a kortársai között ugye megjelent ez az árulókép, ennek természetesen az az egyik fő oka volt, amit ugye ez a kommentár is megfogalmazott, hogy őt miért nem végezték ki, amikor a katonáit, a tisztársait meg kivégezték, de őt miért nem? Hát persze, mert mocskos áruló, mert már a korban is ugye ez a mítosznak a terjesztése, amelyet külső szempontból a Kossuth-féle vidini levél felerősített, amelyben hát ő gyakorlatilag egy az egyben rákente a balhét Görgeire, hogy hát ez egy mocskos patkány, ez elárulta a magyar szabadságharc ügyét, azért én ugye újra magamnak visszaveszem a kormányzói tisztséget, és akkor majd én
itt újra próbálom a magyar szabadságharca, hát hogy is mondjam, holdokló testébe egy kis életet pumpálni. Ez egy újabb kérdés nyit meg, Kossuth az emigrációban, Kossuth mítoszok, erről is majd fogunk beszélni, de nagyon röviden, tehát akkor így tudnám megválaszolni, hogy miért nem került a temetőbe ebből a szempontból Görgei Artúr. Köszönöm szépen a figyelmet, minden jót kívánok, szervusztok!